A Kossuth Művelődési Központ B épületének udvarán lépett közönség elé tegnap este három olyan sziművész, akik vagy Cegléden születtek, vagy igen erős kötődésük van a városhoz, itt éltek sokáig. A kedves Cegléd felolvasó és teraszkoncertre Balog a színművész is Ceglédre látogatott újra. Len az Alföld tengersík vidékén, ott vagyok hon, ott az én világom. Ő ugyan nem itt született, de életének jelentős éveit töltötte a városunkban. Szívesen emlékezett erre az időszakra. Hát én ide jártam általános iskolába, gimnáziumba. Itt röptettek ki igazából az irodalmi színpadról a főiskola felé, és én vagyok az a. Kivétel a általában a sziműészek között, akik büszke vagyok arra, hogy én kitűnővel végeztem itt az iskoláimat. És fantasztikus tanárja, tanáraim voltak. A gimnázium, Kossuth és Gimnázium nekem egy olyan örök támpont az életemben, amitől én szerintem több lettem és emberré váltam. Én nagyon-nagyon én sokat köszönhetek Cegvédnek úgyhogy szívesen jöttem. Farkasházi Rék, a színpadhoz való kötődés, a színpadi élete gyakorlatilag nagy részben ezekhez a falakhoz. A művelődési központ termeihez kötődik. Engyebe, Most a hangulatos új pódium helyszínen lépett a ceglédi közönség elé. Gitáron kísérte Csiszár Ferenc. Én nem voltam még ezen a kis udvaron, mert akkor még nem használták, de ugye, hogy lejártam balettórára, akkor itt működött a gyermek színpad, ahol játszottam, a játszóti a gyerek színpad, ahol minden elkezdődött, apukám itt dolgozott, szóval hogy most azért rendesen rám zuhantak itt az emlékek, az ODN-ek, vagy ugye, úgy hívták a gimiben, a kórus fellépések, a minden, minden ide köt. Újra láthatta és hallhatta a ceglédi közönség nagy ideig ergő színművészt is. Testi szemeimet behunyom, és lelkem szemeivel nézek, és előttem lebegnek szépen gyönyörűn az alföldi vidékek. Szívesen fogadta el a felkérést erre az estre, hiszen nagyon sokat, gyakorlatilag alapjaiban mindent köszönhet a városnak. Egészen addig, amíg el nem mentem a városból, engem minden nevelt, tanított, és, és természetesen ez is hozzátette ahhoz, hogy, hogy az lettem, aki most vagyok. Úgyhogy hát éppen most számolgattam, hogy többet éltem Nyíregyházán, mint, mint Cegliden, de hát mégis innen, innen vagyok, ez, ez, a vérem, ez van a zsigereimben. Bárhol, bármikor bárki megkérdez, én Ceglédi vagyok. A Nemzeti Kulturális Anap támogatásával létrejött különleges hangulatú esten készített hosszabb beszélgetéseinket csütörtökön láthatják majd háttérmagazinunkban. Szóval a város, a szél